ilyen zen módra egy-egy kérdést föltettünk félszavakban, és elég volt, hogy a másik mosolyogva meghajolt, és egy szót se válaszolt. Pontosan tudtuk, hogy igen, erről. De ez nem azért, mert olyan nagyon mély barátság volt, hanem tudtuk, hogy tök egyformán jár az agyunk. Felhívott, megkeresett olyankor, amikor valami ilyen kérdésben nem is elakadt, mert nem nagyon akadt el. Szóval a szemlélete remek volt. Ezt ő valahogy egyből tudta, de olyan meghökkentő és meglepő dolgok ezek, hogy annyira meglepődik, hogy gyanút fog, és akkor egy kis megerősítés jól jön. Többnyire ilyen alkalma, akkor összejöttünk, és akkor megdumáltuk, hogy tényleg úgy van. De még akkor még az is, az sem árt tudni ehhez, hogy, és akkor már is nyakig benne voltunk. Egyszer kérdeztem Miklós Palitól, hogy te a városban mondogatják, hogy ez a karácsom megbolondult. Miért akar ez mindenáron kínaiul tanulni? Meg hát jól van, tanuljon, világos, miért ne? De még fordítani és a nyilvánosság elé kiállni, hát miért akar ez olyan nagyot bukni? Nem fog bukni, azt mondja Miklós Pali. Nagyon jól halad. Nagyon jó az, halálosan, komolyan gondolja, jó a szemlélete, ugye, ahogy már említettem, ez Palinak is tetszett. Tehát, hogy mit mond a Tao Te Ching egy-egy nemzedéknek, azt meg kell ismerni. Vagyis ő nagyon bátorítja, mert egyrészt nagyon jó a Gábor, másrészt ez egy nagyon fontos kérdés. Azt is tudták nagyon jól, ez is jellemzi mindkettőjüket, hogy nem kell minden titkot megfejteni. A titkokkal lehet nagyon jó viszonyban lenni. Ha még akad valami régi-régi jó ontológiai kérdéseket boncolgató filozófia, a régi kínai, az ókori kínai, a legelső kínai filozófia is már ilyen, hát ezért kellett nekik ebbe nyakig belemenni, mert ott vannak, esetleg ott vannak valamiféle kérdések és válaszok, találtak is. Gondolkodó ember számára ezek a legfontosabb kérdések. Aki ad magára, az így él, mert ez az egyetlen méltó létmód. Ezt kövessétek, ezt vegyétek észre benne. Olyan ember volt, aki fel tudott egy ilyet mutatni. Nincs ilyenből sok.